Ferencvárosiak szöglete, egy csúsztatás a rövid oldalon, és meg is szerzi a vezetést a Fradi rögtön már a 8. percben. És az első gólja ebben a szezonban Vécseinek. Itt van még egyszer, ott volt egy csúsztatás, és középen még beleér valaki. Nincs a toppon, Beridze viszont szerez egy gólt Osvát közreműködésével. Itt az indítás még azért lehet, hogy egy vizsgálatot ez is meg fog érni. Beridze jobb lábbal lőné el, és a Nagy Gergely lábáról. Antonov beadja, még mindig nincs benn, most már igen. Diabit ünneplik, de könnyen lehet, hogy ez öngól volt. Az biztos, hogy Gróf a végén. Paluca tekerhet középre. Ott a csúsztatás, és a gól is. Vezet a Puskás Akadémia. Kérdés, kiről ment be? Itt van Paluca szöglete, jó a csúsztatása röviden. Itt ebből én nem láttam kezezést elsőre. Többen érkeznek, egyelőre a labda nem jön. De bent van a gól! Valahogy Herjecki bevarázsolta. Zeke. Nem rossz a beívelés. És gól! Vezet a Gyirmót a 26. perc elején. Hogy ez pontosan kiről ment be, azt meg nem mondom így elsőre. Lehet, hogy öngól. Kellett hozzá egy gyorsan elvégzett bedobás Zekétől, aki visszakapja. Miben elvégeznek a vendégek, az még jó a hosszú oldalra, és aztán középre, és ez így egy öngól a 38. percben. Méghozzá Serafimov az, aki közvetlen közelről. Mondjuk Kalkán, Kalkán, gól! Méghozzá ez is egy öngól. Az egész egyébként abból adódott, hogy a vendégek csapatkapitánya Mitrovic borzasztó rossz döntést hozott, eladta a labdát, Cseri lecsapott. Kozáknak, Kozák begurítja, és Mezgrani a saját kapujába passzolja. Mind a ketten elvétik. Kozák bepasszolja, és nyilván lesz a jó beadása a vendégeknek is. Lehet bizony, és ott az egyenlítő találat. A 26. percben Koné szerzi meg az első gólját. Zárdai lép át magának. Ó, öngól! Kiegyenlít a Molfehérvár FC a 67. percben méghozzá öngóllal. Itt a Zárdai laposan méterekről. És némi vita után egy óriási öngóllal megszerzi a vezetést a Kisvárda. Egészen ijetetlen jelenet. Íme bum.